Laura Jelini kisasszony? Igen, jó napot, nagyon örülök. Maga hozta az autót, amit Párizsból rendeltem? Ott van. Oké. Megengedi? Köszönöm, nagyon kedves. Eldöntötte már, hány napig lesz rá szüksége? Nem, még nem tudom pontosan, hogy meddig kell, de hamarosan kiderül. Majd szólok. Rendben van. Tessék, asszony. Köszönöm. Parancsoljon. Doktor úr, vigyázzon ezzel a sok készpénzzel. Nem lenne jobb csekk? 19 nem, és 20. Nem, köszönöm. Nagyszerű. Így megfelel? Igen, köszönöm. Legyen máskor is szerencsénk. Azt hiszem, ez a magáé. Köszönöm. Jól van? Jó. Nem esett baja? Nem. Akkor jó. Viszontlátásra. Köszönöm. Egy pillanat! Jó estét. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Bocs, de mit keres itt? Csak arra vártam, hogy hazajöjjön. De miért? És honnan tudja, hogy itt lakom? Hát, az mindegy. Tulajdonképpen csak meg akartam köszönni azt, amit értem tett a múltkor. Ugyan nem történt semmi. Ne vicceljen, hogy semmi. Az a minimum, hogy megköszönjem. Jó estét. Jó estét. Csak azt tettem, amit bárki tett volna a helyemben. Igen, csak az a különbség, hogy magán kívül a kis ujját sem mozdította senki. Maga nélkül komoly bajba kerültem volna. Akkor nagyon örülök, hogy segíthettem. De azért elárulna valamit? Nagyon érdekelne, hogy miért rohant el olyan gyorsan? Annyi időt sem adott, hogy megköszönjem. Jó estét. Jó estét. Az anyámhoz mentem a kórházba. Még idejében érkeztem, hogy elbúcsúzzom tőle. Bocsásson meg, nem kellett volna eszébe juttatnom. Semmi baj, úgyis erre gondolok egész nap. Higgy el. Nézze, nem kötelességből mondom, de talán egy kellemes vacsora visszaadná a jó kedvét. Komolyan mondom, a beszélgetés jót tesz, tudományosan bizonyított, higgye el! Akkor elfogadja. Jó estét, Biagi doktor. Tessék. Köszönöm, Maria. Köszönöm. Igen, így van. Kivételes asszony volt. Remélem, egyszer hasonlítani fogok rá. Köszönöm. Mit lehet tudni? Talán már is hasonlítasz rá. Külföldi volt az édesanyád? Nem, miért? Nem tudom, a kiejtésed néha, mintha... De csak néha, egy kicsit idegenes. Igen, lehet. Régóta külföldön élek. Tessék, a bor a doktor. Köszönöm. Remek. Tessék. Köszönöm.
Meglátod, milyen isteni. Neked adom, ha elárulod, mit gondolsz? Ne haragudj. Csak erre a furcsa helyzetre gondoltam. Azt sem tudom, miért fogadtam el a meghívásodat. Tudod, úgy beszélgetek egy ismeretlennel a legbelsőbb gondjaimról, mintha a legjobb barátom volna. Ez jó, nem? Hízelgő, hogy a bizalmadba fogadsz. Igen. Néha könnyebb egy ismeretlennel beszélgetni, akit talán sosem látunk többé, mint egy baráttal. Aha, nem, álljunk, meg így már kevésbé tetszik. Mi az, hogy sosem látlak többé? Azt hiszem, így lesz. Mert visszamegyek Párizsba.